az Országos Kisbokrétás címmel rendelkező Kácsor Balázs és a Nyírség táncegyüttes tagja Sebestyén Bence mutatta meg a Sóstói Múzeumfalu pálinkás házában, hogyan táncolják itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a verbunkot. Azt a férfi táncot, ami a 18-19. Században rendszerint a bálok és mulatságok kezdő műsora volt, és amit a katonák kiválasztásakor is eltáncoltattak a tisztek a fiatalokkal. Ebben a régióban leginkább a nagyecsedi verbunk vált országosan ismerté, ezt is láthatják majd szombaton azok, akik kilátogatnak a Sóstói Múzeum faluba. 9 együttes lesz itt, akik ezúttal nem csak bemutatják a tudományokat, hanem oda lehet menni hozzájuk, és együtt lehet velük táncolni. Nemzetközi néptánc fesztiválokon szoktunk hasonlót csinálni a Kossuth téren, hogy minden nemzet a saját táncát ott tanítja, és bemutatja, és tanítja. No, itt is valami ilyesmire kell gondolni. Minden együttes a saját helyi szokásaiból, azokból a tánc anyagoknak a felhasználásával tanít egy kicsit, és ebbe bevonja a közönséget is természetesen. Itt meg lehet tanulni majd a dámóci verbunkot, vagy éppen a szatmári magyar verbunkot, nagyecsedről, vagy tyukodról, de más gömöri verbunkot is például, hiszen ennek a közösségi programnak, ami délelőtt lesz 10 és dél között, a végén az összes fiú, férfi együtt fog táncolni egy tréfás verbunkot a közönség bevonásával, ott az összes férfire is számítunk majd, és hát ez egy nagyon érdekes szokott lenni, nem árulom el a poént, hogy mivel szokott befejeződni, és mi van közben, de érdemes majd részt venni benne. A verbunk napját második alkalommal rendezik meg. Nyíregyháza mellett még a felvidéki Zselízben, Szombathelyen, Budapesten és Székelyudvarhelyen táncolják majd ugyanazokban az órákban egyszerre több százan a különböző tájegységek verbunk táncait. A szabolcsi megyeszékhelyen ismét a Sóstói Múzeumfalu ad otthont az eseménynek. A skanzen színes kísérő programokkal várja a látogatókat. Élő történelmes interpretációval fogadunk a Múzeumfalu több pontján minden kedves látogatót, ez az verbunk napján fog debütálni. Például az iskolában, magában, a Jánkmajtisi portán, ahol a verbunkos események, műsorok fognak zajlani, ezen kívül a falu központban és a temetőcső sportájánál is várják a vendégeket olyan interpretátorok, akik jelmezbe öltözve, a karakterükbe helyezkedve mesélnek, lehet tőlük kérdezni, és információkat, ismereteket lehet majd megtudni. Emellett nagyon fontos volt az, hogy minden generáció számára biztosítsunk élményprogramokat, tehát lesz népi játszó, udvarkosaras körhinta, elengedhetetlen a népi gasztronómiai bemutató. Tavaly Úrich Attila is bemutatta tánc tudását a Kossuth téren a Nyírség táncegyüttes online rekord kísérletén. Az alpolgármester a verbunk napi beharangozó sajtótájékoztatón azt mondta, egyre nagyobb fogadókészsége van a megyeszékhelyen a népi hagyományok ápolását népszerűsítő programoknak. Nyíregyházán a néptáncnak, a népi kultúrának nagyon nagy ereje van, nem csak hagyományai, hanem a jelenben is egy olyan megőrző és átadó képessége, ami azt gondolom, hogy eléggé ritka itt Magyarországon is, nem hogy még itt a városunkban. És nagyon örülök annak, hogy nem csak helyi néptáncegyüttesek vannak, hanem megyeiek, vagy megyén túliak is jönnek ide hozzánk, hogy bemutassák azokat a táncvariációkat, amelyet a verbunkra annak idején táncoltak, és annak is örülök, hogy a Múzeumfalu megtalálták azt az autentikus helyszínt, ahol ezt igazából egy olyan népi környezetben be lehet mutatni, mint amilyen ez a tánc indult annak idején a katonai sorozások által. Szombaton már délelőtt 10 órakor elkezdődnek a programok a skanzenben, a szervezők pedig az esőre is felkészültek. Ebben az esetben nem a falu központban, hanem a Csűrben táncolják majd a magyar verbunkot az együttesek.